nagy vállalás, és biztos vagyok benne, hogy egészen különleges előadás fog születni. Úgyhogy nagyon kíváncsian és nagyon nyitottan próbálok hozzáállni. Én a Keretszínek be vagyok benne, tehát az első 3 és a 15. Tehát kíváncsi vagyok, hogy mit fog kiadni, hogy egyszer csak így a végén így megint visszaváltunk. Meglátjuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog ez majd így összeállni, de szerintem az nagyon igaz, amit a Horváth Csaba mondott, hogy majd a társulatnak az egysége fogja igazán összefogni ezt az előadást. Hát szerintem ez egy jó lehetőség, és hát nagyon hálás vagyok, hogy játszatok Ádámot, aztán majd igyekszem belőle kihozni a legjobbat, és megpróbálok hasznos fogaskerék lenni ebben a gépezetben. Ez még egy ismerkedés lesz az elején, és főleg ezzel a nehéz szöveggel. Tehát szerintem ez lesz igazán feladat, hogy lehet ezt igazán élőbeszédszerűvé tenni, és természetessé, és úgy elmondani, meg úgy értelmezni, mint ahogy mi most itt beszélgetünk. 3 a magyar igazság. Harmadszor játszom majd az ember tragédiájában, és ahogy az előzetes hírekről értesültem, nem ugyanazt a szerepet, vagy nem ugyanazokat a szerepeket. Ennek örülök, és annak is örülök, hogy egy nagyon bátor és hát nagy kihívást jelentő koncepció szerint jön létre ez az előadás. Nemzeti stúdiós voltam, amikor nem vettek fel a főiskolára, és a Vámos László rendezésében statisztáltunk, minden színben 54-szer öltöztünk át. Ez, ha jól emlékszem, 87-ben volt, 88-ban, és azóta én nem voltam, nem szerepeltem, nem játszottam ebben a tragédiájában. Úgyhogy nagyszerű dolog, egy fantasztikus darab, egy tele csodás bölcselettel és igazi, igazi életre szóló mondatokkal, amikre az ember emlékszik is, ugye, hiszen Bubik István, Tóth Éva és Balkai Géza játszották azt az előadást. Rendkívül kíváncsi vagyok, ez egy nagyon izgalmas utazásnak ígérkezik, nem beszélve arról, hogy az egész, általában az ember tragédiája, az minden társulatot, apraját, nagyját megmozgat. De így, hogy 4 rendező, 4 látásmód jelenik majd meg a színpadon, 4 megközelítés, ez szerintem egy külön érdekessége lesz ennek az előadásnak. Most itt Fehérváron egy összeért társulat, egy nagyívű gondolat mentén jön létre ez az előadás, tehát ez mindenképpen nagyon izgalmas.